Engedjük meg, hogy külön szeretettel köszöntsen további Onnabász népét, Dardanyi Csillárdot. Köszöntöm dr. Simon Lárt, a rendi porcelán munkat igazíti a vezetőtatóját, főtámogatónkat. Dr. Bürgényi Ernő Gyulaváros polgármesterét, Kelemen Lászlót, a Hagyományok Háza főigazgatóját, Lengyel Ernő urat, az Anokrant Hotel tulajdonosát, és végül, de nem utolsó sorban dr. Bóka István polgármester urat, a Latonfélt város első emberét, és megkérem, hogy más mondja el őknek az idei honnapára a legfontosabbat. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztató alkalmából. Köszöntöm az asztalnál helyett ülőket, és külön köszöntöm a tavalyi Onnabász szépét. És persze köszöntöm a sajtó munkatársait, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a 189. Onnabász sajtótájékoztatójára. Azt gondolom, hogy nem kell külön elemezni azt, hogy az Onnabász milyen szerepet tölt be Balatonfüred város életében. A város életének része, imázsának a része, egy olyan hagyomány, amelyet jó ápolni, amelyre biztosan tudunk jövőt is építeni. Azt gondolom, hogy az Onnabász fénye az elmúlt közel 200 év óta nem kopott meg. Minden alkalommal el szoktuk mondani, de Európa egyik legrégebbi bájáról van szó, amikor az Onnabászról beszélünk. Törekvésünk természetesen, hogy megőrizzük a reformkori hagyományokat, de minden évben megpróbálunk valami újat becsempészni az Onnabászba. A tavalyi év előzve, az Onnabászt megelőzően egy hetes kísérő programokat tartottunk, imás vetélkedővel és opera gálával. Nagyon sikerű rendezvénysorozat volt ez, több százan ezren kísérték figyelemmel a kísérő programokat a Gyógy téren. Ezek ingyenes programok és rendezvények. Természetesen a hagyományos Szép Lászlót és az Onnabászt megelőző napon pénteken meg fogjuk rendezni. És régi törekvésünk az, hogy a bált megpróbáljuk kinyitni nem csak a bálozók részére, nem csak azok részére, akik részt vesznek a bálon, hanem mindazok részére, akik vannak Balatonfüreden. Ezért a bál előtti napokon, a rendezvények idején a Blaha utcát lezárjuk, hogy minél többen egy időkön keresztül és sétálva részesen lehessenek a kísérő rendezvényeknek és a magának, a bálnak is. Régi hagyomány és bevált hagyomány, és szerintem ez nagyon működik, hogy minden évben a városnak van egy díszvendége, egy testvér települése. Debrecennel kezdtük el ezt az együttműködést valamikor jó pár évvel ezelőtt. Most Gyula város a partnerünk, tiszteletünk köztünk a polgármesterünk, a Bőrgényi Ernőtől. Gyula lesz díszvendége az Onnabásznak is, és a kísérő programok rendezvények kapcsán gyulai kulturális szervezetek fognak fellépni Balatonfüred városában. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy ebben az évben a bál fővédnöke dr. Torcsányi László igazságügyi miniszter lesz, aki elfogadta felkérésünket, és el fog jönni a balatonfüredi Anna bálba. Rendkívül széles a meghívottak köre. A politikai, a gazdasági, a kulturális, művészeti élet vezetői fognak részt venni a 189. Onnabászon. Amennyiben kérdés lesz, akkor cserépőre tudjuk mondani természetesen, hogy kik jelezték azt, hogy részt fognak venni a Balatonfüredi Onnabászon. És ebben az évben megtisztelt bennünket egy legjobban működő külföldi testvér településünk delegációjának a vezetője, Germanintik polgármester úr, András Ház úr kedves feleségével.
ebben az évben is a hagyományoknak megfelelően lesz televíziós közvetítés az Annaváról. A Duna Televízió fogja élőben közvetíteni a bál a legfontosabb momentumait. Mindig rendkívül kényes egyenes újra kell törekedni. Egyik oldalról, hogy a bálnak, a bál imázsának rendkívül fontos a televíziós közvetítés, az élő műsor. Azonban nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy ez mégiscsak egy bál, mégiscsak arról szól, hogy a bálban a résztvevők 500 ember jól érezze magát, és különösen az első bálozó lányok jól érezzék magukat. Tehát megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nem a bálban a televízióért, viszont rendkívül fontos nekünk az élő televíziós közvetítés, mert ezáltal szélesebb világban az Annaváli eseményeket el tudjuk vetíteni nagyon gyorsan. A bál helyszínen természetesen a Anna Grand Hotel lesz. Köszönöm Lengyel Erdőgyőzgatónak azt, hogy ebben az évben is emlékedésükre is látott az Anna Grand Hotel megállapodásunk értelmében. Ebben az évben mintegy 40 első bálozó lány fog részt venni az Anna bálon. 14 balatonfüredi 18 éves hölgy fogadta el a meghívásunkat. Testvér településeink közül pedig 18 hölgy fogadta el a meghívást a 189. Anna bárra. Valamennyinek az a dolga, hogy ez a 40 vagy 40 meghaladó első bálozó hölgy igazán jól érezze magát az Anna bálon, és hát nekik már most előjáróban mondom, hogy mindig csak egy nyelhet, erről szól az Anna bál. Persze mondják az olimpián is, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Hát ez borzasztó nehéz egy apukának megmagyarázni, akinek a legszebb a saját lányai, borzasztó nehéz annak a hölgynek megmagyarázni, aki úgy érzi, hogy mindent megtett a sikerért. Ebben az évben a jegyárak nem változnak, 50 ezer forint és 65 ezer forint közötti áron kaphatóak a jegyek. Ezek szinte teljes mértékben majdnem elkeltek, illetően csak a lemondások alapján, illetőleg protokoll helyes lemondások alapján van lehetőségünk arra, hogy még egyet tudjuk biztosítani a 189. Anna bálra. Szeretnék köszönetet mondani fő támogatóinknak, akik nélkül nagyon nehéz lenne megszervezni ezt az Anna bált. Elsősorban a város stratégiai partnerének, a Herendi Borszámadókultúra ZRT-nek mindig elsőszóra hűséges támogatója a bálnak, hűséges támogatója együttműködő partnere Balatonfüred városának, és azt mondom, hogy ebben Simon Attila az igazgatónak elindulhatatlan és elsőrendű érdeme van, mert amit tesz szerintem a megyéért, a magyar kultúráért, ezen belül természetesen a Balatonyai Balatonfüred kultúrájáért, az azt gondolom, hogy nagyon sok cég számára példamutatónak kell lenni. Köszönöm a Magyar Villamos Művek ZRT-nek, a Paksi Atomerőmű ZRT-nek, a Balaton Volán ZRT-nek, a 77 Telefonika Kft-nek, a Visual Power cégnek, a Két Kuti Ásványvíznek, az Imperiáti Kft-nek, a Balaton Kulis Kft-nek, a Royal Diamonds Készenház Kft-nek, továbbá a IRTV Műsorszolgáltatás és Életrészervező ZRT-nek azt a segítséget, amelyet az Anna bál sikeres megrendezése érdekében nyújtanak. Megköszönöm a részvételt természetesen valamennyiüknek, és kérem mondjanak hírt szélesebb terjedelemben a 189. Anna bálról, és annak szerintem igazán színvonalas kísérő rendezvényéről. Köszönöm meg, tisztelő.